egyház történeti eseményre került sor 15 évvel ezelőtt, 1999. májusában. Ekkor iktatták be lelkészi hivatalába Endrefi Gézát, az önállósodott budaörsi evangélikus gyülekezet első lelkészét. Légy erős és bátor. Úgy tűnik, hogy a közösség jól választott, hiszen Endrefi Géza személyében egy igazi közösségformáló, templomépítő egyházmi kerülhetett a gyülekezet élére. Sajnos nem túl sűrűn kapunk arról hírt, hogy önállósodik egy gyülekezet, gyülekezet alakul, de ez történik most Budaörsön. Levált az eddigi anyagyülekezetéről, és levált az eddigi anyagyülekezetéről Budafokról, és most az önállósodás útjára lépett. Így kapta meg azt a jogot, hogy saját lelkészt válasszon, így én lennék az első lelkésze ennek a gyülekezetnek, és mostantól fogva anyagyülekezetként funkcionálunk. Török Bálint és Biator Bágy evangélikussága is hozzánk tartozik, tehát Budaörs központi szereppel bír az evangélikusság körében. A legjobban fölkészülni erre az alkalomra imádsággal tud. Rettentően izgulok természetesen, de nem tudnám semmihez se hasonlítani, nem vizsgához, vagy valami máshoz. Izgulok, mert ez egy nagyon nagy pillanat az én életemben is, és szeretném teljes melszélességgel átélni ezt a pillanatot, a csodálatos pillanatait. Milyen kapcsolatot tudott kialakítani a hívekkel? Az, hogy megválasztottak engem lelkészükként, ez az én számból talán egy kicsit elképzeltségnek hangozhat, de mégis, hogy megválasztottak, ez a tény önmagában jelenti azt, hogy talán a szívükbe zártak. És azt viszont biztosan elmondhatom, hogy én is a szívembe zártam a budaörsi evangélikusságot, és így a Török Bálintit is, és a Biator Bágyit is. Úgy gondolom, hogy egymásra találtunk. Hogyan hozták a hívek az ön tudomására azt, hogy hát önt szeretnék látni első saját lelkészükként? Ez olyan automatikusan kifejeződött mind a kettőnk részéről. Nem kellett pálcát törni, hogy most válasszon a gyülekezet XY vagy én közöttem, hanem egyszerűen adódott, és engem elfogadtak. És úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék ez is. Ami a legfontosabb, és számomra is valóban a legfontosabb az az, hogy a hittanosokat, a kisgyermekeket összegyűjtsem, hogy ebben a nehéz és bizony néha kegyetlen világban megtalálják azt a biztos pontot az életükben a hit által, amit egyedül csak Isten tud adni. Ezt tartom szinte élethivatásomnak is, nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjasok vagy más testvérek, más korosztályba tartozó testvérek hátrébb kerülnének a sorba. 2002. májusában adták át a 60 millió forintból felújított és kibővített kamaraerdei közösségi házat. A teljesen akadálymentesített épületben az emeleti közösségi tér mellett patika és posta is helyet kapott a földszinti orvosi rendelő mellett. Ez egy régi álma a kamaraerdei közösségnek. Korábban is működött itt közösségi ház, posta is, patika is, és a körzeti megbízott is működött itt, de hát ugye az élet az egyre változik, újabb igények, egyre több lakó él itt Kamaraerdőben, és ez egy jogos igény volt, hogy lehetőség szerint mind a patika, mind az orvosi rendelők legyenek egy helyen, és most így a bővítéssel a lehetőség adódott a könyvtári létesítmény, a patikánál laboratórium kialakítására. Ez szóval számos új funkció, és a meglévő funkcióknak is egy magasabb színvonalú kialakítására. Mennyire kellett lobbizniuk az itteni képviselőknek, mennyire van Budaörs kettéosztva, hogy érzed?
érzi? Hát én azt hiszem, hogy ez fizikailag valóban egy különálló része a településnek, de hát ugyanolyan édes gyermeke, mint bármelyik másik terület része a településnek. Persze, hát mindig vannak viták abban, hogy éppen a város melyik részén történjék fejlesztés, de miután valóban ugye ez fizikailag is távol esik a város központjától, ahol az intézmények vannak, jogos volt az az igény, és ennek első lépcsője volt az óvoda, egy vadonatúj, talán a legmodernebb óvodája ma Budaörsnek, ami néhány évvel ezelőtt elkészült, de hát néhány évvel ezelőtt fejeztük be a teljes településre és csatornázását is. Egy szóval én azt hiszem, hogy nincs semmilyen módon hátrányosan megkülönböztetve ez a település, de az tény, hogy az itt élők jó érdek érvényesítő képességgel bírnak a testületen belül, hát ez így van rendjén, és miután valóban egy fizikailag elkülönült részről van szó, itt kell többlet gesztusokat adni a képviselőtestületnek, és hát miután hála Istennek viszont ehhez anyagi fedezete is van a városnak, ez a beruházás támogatott volt, én azt hiszem, pártállástól függetlenül a képviselőtestületben. Hát a tervek azok 98-ban fogalmazódtak meg, hogy ezzel az épülettel valamit kezdeni kell, mert a tanácsi időszakban épült, és a technológiai fegyelem be nem tartása miatt az épület nagyon gyorsan leamortizálódott, és emiatt mindenképpen hozzá kellett nyúlni az épülethez, és akkor valóban egy gondolat volt, ami azt mondta, hogy ha már hozzányúlunk, akkor próbáljuk kiteljesíteni a szolgáltatások körét, így kezdődött. Eredetileg is közösségi ház volt? Nem, ez eredetileg egy étteremnek készült, amiből később közért lett. A közértet 92-be bezárta a legutolsó vállalkozó, aztán kigondolta a részönkormányzat, hogy mi lenne az épületet másra hasznosítanánk, és akkor a tervező, aki az épület teljes átépítését is megtervezte, Székely úr, ő akkor csinált egy alaprajzi tervet, amikor megosztásra került az alsó szint, és akkor már az orvos a patika helyet kapott, illetve a könyvtár, illetve egy közösségi helység. Valaha ilyen, akár klubhelyiség, akár ilyen közösségi házszerű valami működött itt Kamaraerdőn? Nem, hát a Kamaraerdő sajnos ilyen dolgokkal nem rendelkezett, vagy a fővárosba, vagy Budaörsre kellett bemenni, de általában az itt élők inkább a főváros felé vették, ha valamit el szerettek volna érni, illetve valamilyen rendezvényen részt akartak venni. 2004. májusában nyílt meg a templomtéri telekuckó. A kis teleház korszerű infrastruktúrával és 8 számítógéppel kezdte el a működését. Mi ezt a templomtér rekonstrukcióval és a főút átépítésével együtt szerettük volna megvalósítani. Egy pályázatra benyújtottunk igényt, egy EU-s pályázatra, amit sajnos ma már tudjuk, hogy nem nyertünk, de ezért csúszott az egész beruházás, ugyanakkor ezt a részét igyekeztünk nagyon gyorsan megvalósítani, tehát míg a templomtéri rekonstrukció az év közepén fog megvalósulni, ezt előrébb hoztuk. Ez volt egyébként alapvetően a csúszásnak az oka, de én azt hiszem, hogy ezért az itt kialakult irodával kárpótolni fogjuk tudni az érdeklődőket. Itt már aktívan működik személyzettel és megfelelő műszaki háttérrel ez a létesítmény, tehát a legkisebbektől, akik megtanulhatják a számítógép használatát, a legidősebb korosztályig mindenféle lehetőséget, információt tudunk nyújtani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos létesítménnyel gazdagodtunk. A tervezés és az épület átalakítása 10 millió forintot emésztett föl. A modern, irodai szolgáltatásokkal ellátott helyiség 8 gépen nyújt internet hozzáférést és ügyintézési lehetőséget. A végső cél persze az úgynevezett önkormányzat és az elektronikus aláírási lehetőség, amely teljesen kiiktathatná a hivatali szolgáltatást. Elindult egy folyamat, amit 2 évben határoztunk meg, aminek a vége az elektronikus önkormányzás. Reméljük már egy olyan vízió, amikor az állampolgár otthonról intézheti az összes ügyét, nem csak azt tudja meg a számítógépen keresztül, hogy éppen milyen döntéseket hozott a képviselőtestület, vagy a saját körzetében milyen fejlesztések fognak a jövőben megvalósulni, hanem mondjuk egy építéshatósági engedélyezési eljárás is el tud indítani a számítógépen keresztül. Természetesen ez a jövő, és ahhoz, hogy egyfelől az állampolgárok, másfelől az önkormányzat ehhez kellően felkészült legyen, ez egy nagyon hosszú utat kell bejárni, és annak egy első lépcsője ez, de ezen túlmenően más szándékunk is volt, hiszen ugye a város egy főutcás településből alakult ki a lakótelep mellett, ahol ugye a lakosok egy jelentős része lakik, épült meg korábban a városháza.
viszont ez a történeti városrész és a városközpont, és úgy gondoltuk, hogy ide is kell egy olyan létesítményt elhelyezni, ahol a különböző információkhoz, hatósági ügyek intézéséhez lehetőséget biztosítunk az itt élők számára. Ez aláírásunkat, az igazolványainkat, számtalan okiratunkat lehet tudják hamisítani ma már. Ehhez egy olyan védelmi rendszer szükséges, ami biztosítani tudja azt, hogy nem élnek vissza az aláírásunkkal. Amint ez működik, akkor fogunk tudni oda eljutni, ami egyébként a világon már más országokban működik, hogy valóban nem csak innen, hanem otthonról, a számítógépünkről tudunk ilyen jellegű ügyeket intézni. A budaörsi Telekuckó 3 főárású munkatársal a hét minden napján várja a látogatókat, hétköznap 8 és 22 óra, hétvégén 10 és 18 óra között. Bármilyen korosztály jöhet, akciók és programok keretei között ingyenes lesz az internet, egyébként pedig 7 forint egy perc, fél órára, órára kedvezmény van, fél óra 200 forint, az egy óra 400 forint. Szolgáltatások, az irodai szolgáltatások, internet, Word, Excel használata, lehet fénymásolni, faxolni, szkennerni, CD-t írni. Az elméleti szolgáltatás pedig egy ügysegédi szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy szeretnénk egy összekötő kapocs lenni a hivatalok és az emberek között. Népjóléti irodával, az igazgatási irodával és az okmányirodával állunk kapcsolatban. Lényegében bármiben tudunk felvilágosítást adni, le lehet tölteni nyomtatványokat, nálunk is elérhetőek lesznek nyomtatványok, tehát amit készen kapunk, és nem kell kinyomtatni. És a másik szolgáltatásunk pedig egy gyereksarok, ami egy készségfejlesztő programmal felszerelt gép, a Multicenter és a Manó gyereksarok a neve. A gyerekek 5-től 10 éves korosztályig jöhetnek és vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. A Telekuckó azóta már jelentősen átalakult, de a feladatainak a nagy részét ma is ellátja. 2007 májusában indult el a Városi Úszoda és Sportcsarnok épületének az alapozása. Eredetileg úgy tervezték, hogy a beruházás körülbelül 2 milliárd forintba kerül majd, és egy éven belül épülhet fel. Sajnos az eredetileg kitűzött határidő csúszott, és a bekerülési összeg is több mint 3 milliárd forintra nőtt. Elindultak az alapozási munkálatok az elmúlt hetekben. Ahhoz, hogy eddig az alapozásig eljussunk, természetesen a tereprendezést kellett elvégezni. Ha valaki ugye ezt a telepet ismerte, ez a része voltak a BTK-nek az üzemcsarnokai, műhelyei, kocsimosói. Ugye ez a terület az elbontásra, ezen a területen lévő felépítmények elbontásra kerültek, és hát a közbeszerzési pályázaton elnyert ugye kivitelező megkezdte a kivitelezési munkákat. A kivitelezést és a közbeszerzési baukont az ERT nyerte el. A befejezési határideje ennek az úszodának is, kezdem a végéről, ugye, mert nagyon sok munka van vissza, ez 2008. május 30-a. A jelenleg, ugye most május elején, tehát az alapozási munkák folynak a munkaterületen, elindultak a medencének, tehát a munkagödre, földmunkái, és jelenleg folynak, mivel egy feltöltött területről van szó, és a teherbíró talaj itt az úszod és a sportcsarnoknál 6 és 7 méter között váltakozóan ugye alakul, ezért a feltöltött talajon, tehát egy kavicszölöp alapozás folyik. Ennek a kavicszölöp alapozás munkákat látjuk jelenleg, és majd ezután készülnek természetesen, tehát a különböző vasbeton felépítmények, illetve alaptestek és vasbeton koszorúk. Az előkészítő és alapozási munkálatok közel 3-4 hónapot emésztenek fel. Bár ezek kevésbé látványosak, statikai szempontból rendkívül fontosak. A munkálatok rendben elindultak, nyilván nagyon sok szervezés készült el, és azt várjuk, hogy év végére szerkezetkész állapotban lesz az úszoda és a sportcsarnok, amely azt jelenti, hogy tetővel, a külső nyilázárokkal. Amennyiben ez az ütemi tartható lesz, nyilván ez lett a garanciája egy jövő évi, tehát befejezésnek. A költségekről talán, ha egy mondatot szólhatok, a költségekben a létesítménynek a ugye, egy összegben történő válása az 3 milliárd 238 millió forint, és én bízom abban, mint ahogy más nagyobb létesítményeknél is, hogy a kivitelező pontosan fogja tartani, tehát nem csak a válási határidőt,
hanem mindent megteszünk azért, hogy ezen a költségen belül épüljön meg az úszoda. A korábbi tervek között szerepelt az úszoda és a sportcsarnok építése mellett egy kisebb tó létesítése és a környező park kialakítása is. Ez a jelenlegi elképzelések szerint második ütembe kerül. Az úszoda maga felépítményi szerkezete, nyilván üzemkész állapotról beszélünk, ugye az a május 30, amire azt mondjuk, tehát amikor üzemeltetés kész állapotba kell átadni a létesítményt, és az épületnek a közvetlen környékének a rendezéséről van szó, tehát ahol ide tartozom, itt egy 250 a parkoló épül meg ezzel egyidejűleg. A park elkészülte az úszodához kapcsolódó és a sportcsarnokhoz kapcsolódó. Én azt nevezem, ezt a szabad egy szót használom, vagy ezt szabad mondani, második ütembe fog elkészülni. A második ütem ez pedig külső beruházó részéről kell, hogy megvalósuljon, tehát nem függ össze a park és a tó létesítés az úszodával. Az úszoda, mint egy keretet biztosít ahhoz, hogy a Hásfa utcával összekötve épüljön meg, majd ez a tó, amit a következő beruházói befektetési tárgyások során reméljük, hogy szerződéssel megfelelő megállapodásra tudunk biztosítani. 2008. májusában avatták fel II. Rákóczi Ferenc szobrát. Bár 2003-ban határozott a képviselőtestület egy II. Rákóczi Ferencet ábrázoló szobor felállításáról, a történet végére a pont csak idén április 29-én kerülhetett. A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat kérésére Boros Péter szobrászművész már 2004-ben elkészítette az alkotást, ám az a végleges helyére csak 2007. októberében kerülhetett. Ha valaki azt hinné, hogy ezzel véget ért a történet, akkor nagyon téved. Bár 2007 őszén Bordás István már arról nyilatkozott, hogy a hónap végére felavatásra kerülhet a szobor. 2004. decemberében a képviselő testület döntött tényként a szobor felállításáról, és ettől kezdve hát gyorsultak az események, néha meggyorsultak, néha lassultak. Természetesen a képzésiparművészeti lektorátus szakmai véleményét is ki kellett kérni a szobor állításával kapcsolatban, és hát voltak némi szakmai nézetek, de végül is szerencsére a végkifejlethez jutottunk a mai napon. A ruszinok megkértek arra, hogy csinálják egy Rákóczi szobrot, és én késztervekkel mentem az önkormányzat elé. Aztán hát ezt elfogadták, és illetve először én egy nagyobb szobrot terveztem, ez most kb. A fele, de azért ez is elég szép nagy lesz így. És onnantól ment minden a maga útján. Főleg a Mányoki portré után készült, bár elég sok festmény és részkarc, dombormű készült Rákócziról, de hát a legismertebb ez a Mányoki Ádám-féle portré, azután készült ez a szobor. Bár a szobor a végleges helyére került, a lelkesedés mégis hiába való volt. A gépezetben megint hiba csúszott. Így aztán a felavatásra 2008. április 29-ig kellett várniuk a ruszinoknak. Májusára véghajrába érkezett az úszoda építése. A több mint 3 milliárdos projektnek köszönhetően több mint 10.000 négyzetméteren egy fedett úszodával és két nemzetközi kézilabda mérkőzés lebonyolítására is alkalmas sportcsarnokkal, valamint egy szabadtéri stranddal gazdagodik a város. A fedett részen rövidpályás Európa-bajnokságok megrendezésére is alkalmas 10 pályás, 25 méteres versenymedence, egy 16x8,5 méteres tanmedence és egy 8 méteres jacuzzi, 3 szauna, masszázs helyiségek kerültek kialakításra. A sportcsarnok külön színpadrésze előtt közel 2000 ember szórakozhat a zenei, színházi vagy más közösségi programok alkalmával, nyaranta pedig egy kellemes strand várja a felüdülni vágyókat. Azaz várhatja majd akkor, ha sikerül döntenie abban a testületnek, hogy hogyan kívánják hasznosítani a létesítményt. Erre jelenleg más és más elképzeléssel bírnak a helyi politikusok. Természetesen nagyon nehéz egy ilyen kérdésben olyan álláspontot megfogalmazni, ami a jelenlegi piaci helyzet, illetve az önkormányzatban még nem véglegesen lezajlott, illetve nem visszaigazolt, hogy a piac hogy reagál egy ilyen pályázatra. Amit én alapelvként tudok elmondani, az úszoda és a sportcsarnok lényege az az, hogy minél több lehetőséget,
megfelelő áron biztosítson az itt élőknek, illetve hogy az iskolák megfelelő sport és egyéb foglalkozásaihoz lehetőséget biztosítson. Ezért természetesen, ahogyan ez a 11. kerületben a Kondorosi úti uszodánál is működik, az önkormányzatnak egy jelentős részt a szolgáltatásból igénybe kell vennie különböző rendezvényekre, ugye ez a sportcsarnok esetében, illetve a gyerekek sportolásához kapcsolódóan, vagy tornaórai oktatásához kapcsolódóan. Ez egy nagyon fontos peremfeltétel. Másik nagyon fontos peremfeltétel, hogy ez úgy működjék, ez a uszoda sportcsarnok komplexum, hogy az hosszú távon ne egy olyan üzemeltető kezébe kerüljön, aki lelakja, hanem aki érdekelt abban, hogy minél magasabb színvonalon üzemeltetve, lehetőség szerint így módon neki is nyereséget produkálva az embereket kiszolgálja. Most ezt a kettőt kell ügyesen úgy összebékíteni, hogy ez még gazdaságilag is rendben legyen, vagyis hogy az önkormányzatnak ne jelentsen a már elmondottakon túl többletterhet. Az én meggyőződésem szerint, és ezt nagyon sok közgazdasági szakemberrel és hasonló létesítmény működtetőjével együttműködésben vagy egyeztetve mondom, az a tiszta helyzet, ha egy pályázat útján egy külső olyan szolgáltató, aki ebben már jártasságot szerzett, máshol üzemelteti ezt, nyilván a pályázatban meghatározott feltételekkel, mondjuk például, hogy ezt az egészségügyi központnál is láthatjuk, és az önkormányzat nem társaságot hoz létre, mert akkor teljesen összekeveredik minden funkció. Ha az önkormányzat egy gazdasági társaságban, amelyiktől vásárol, akinek a sajátját adja bérbe, akinek az az érdeke egyébként, hogy az áfát is visszaigényelje, összekever mindent, a szolgáltatást, a tulajdoni kérdéseket, az üzemeltetést és a lakosság egyébként alapigényeinek az ellátását, abból csak zűrzavar lesz. Hát azt tudni kell az uszoda és a sportkomplexum hasznosításával kapcsolatban, ez egy nagyon bonyolult és kényes kérdés. Szeretnék utalni a polgármester úrnak egy tavaly tavaszi megjegyzésére, amit gondolom nem fog letagadni, hisz egyetértek vele. Azt mondta tavaly, hogy ha nem sikerül egy jó üzemeltetőt szereznünk, szó szerint így mondta, akkor megfekteti a várost. De mondjuk nem annyira életveszélyes, hogy milliárdokba fog kerülni, de adott esetben több száz millió forintba évente. Ezért mi úgy gondoljuk, és én is személy szerint, aki benne vagyok ezekben a tárgyalásokban, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon keményen körüljárandó kérdés. Most az, amit a polgármester úr a testületülésen elmondott, az mélységesen sértő a részünkre, és megalakozatlan, és nyugodtan merem állítani, hogy abszolút tájékozatlan ebben a dologban. Tudni, hogy a Település Fejlesztési Bizottsági Ülésen megjelent egy szakértő úr, akit az önkormányzat bízott meg, nem mi kértük föl, nem is láttuk, még nem is ismertük, ez egy profi cég. Ez a profi cég összeállított egy javaslatot, egy anyagot, különböző megközelítési lehetőséget, hármat. A háromból kettő volt érdemleges, az egyik az, hogy az önkormányzat hozzon létre egy non-profit KFT-t, amely non-profit KFT-ben az önkormányzat KFT-je üzemeltetni a beruházást. Ennek nagyon-nagyon sok előnye van, van egy nagyon kevés hátránya is, és a másik pedig az, hogy külsős idegennel oldjuk ezt a kérdést meg. Mivel a non-profit KFT létrehozása már időben elképzelhetetlen, annak feltöltése szakemberekkel elképzelhetetlen, ezért úgy döntöttünk a Település Fejlesztési Bizottság ülésen, majd később pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy ezt a harmadik változatot fogjuk támogatni. Ugye volt egy közbeszerzés már előtte, amit érvénytelenítenie kellett, hisz nem volt érvényes, ezért történt egy meghívásos pályázat. A meghívásos pályázaton részt vett az, aki beadta az első alkalommal is a pályázatát, és egy másik szemét hívtak meg, akiről nem tudtuk, hogy az kicsoda. Ezeknek a meghallgatása tegnapi nap folyamán volt. Na most ehhez hozzá kell tenni az, amit a polgármester úr állított, hogy mi létre akarunk hozni KFT-t, amiben aztán mi bemennénk, zsírosállás, meg nem tudom micsoda. Ez egy babla, mert ez a szakértő, ez javasolta azt, aki a Település Fejlesztési Bizottság ülésén első alkalommal jelent meg, hogy jó lenne, ha ezek a cégek által létrehozott, nem mi hoznánk létre, mindegyik azt mondta, hogy ő létrehoz egy KFT-t ennek az üzemeltetésére, és nem a jelentkezőt csinálná, illetve ennek egy cége.
hogy jó lenne, hogyha benne lennénk, mondjuk 26% arányba, mert akkor belelátnánk a KFT működésébe, és szembe tudnánk kísérni, figyelemmel tudnánk kísérni az üzemeltetést. Nagyon örülünk annak, hogy egy országos nyílt tervpályázat kapcsán épül meg ez, és ugyanilyen színvonalon szeretnénk a működtetést is megvalósítani. Egyelőre folynak a tárgyalások, azt néhány részletét lehet látni, mi próbáljuk mi is időnként kigubancolni a szálakat, hogy hogy is állunk. Vannak bizonyos dolgok, amihez ragaszkodni fogunk az elkövetkezendőben. Az önkormányzatnak valószínűleg, hogy forrást kell behelyezni az uszodába. Az, hogy ennek milyen formája van, ez az, amiről most tárgyalunk. Nem szeretnénk önmagában a működést támogatni, nem szeretnénk újabb önkormányzati intézményt létrehozni, mert ezeket nagyon költségesnek tartjuk. Egy olyan megoldást szeretnénk támogatni, ahol a lakosságot, azokat az budaörsi embereket tudjuk támogatni, akik ezt a szolgáltatást igénybe kívánják venni. Tehát a gyerekeket, hogy el tudjanak menni úszni tornaórán az uszodába, azokat, akik budaörsi lakosként ezt igénybe kívánják venni. Olyan megoldást keresünk, ami ezt az elképzelésünket tudja alátámasztani. Természetesen sokféle út van, amin el tudunk indulni, és meg kell találni a legmegfelelőbbet. Mindenféleképpen, amiket én most hallottam, hogy itt Romsics képviselő úr is elmondta, tehát abban nem szeretnénk partnerek lenni, hogy egy pusztán álláshelyeket létrehozó konstrukciót valósítsunk meg, ahol az önkormányzati támogatást a működés elnyeli. Az uszoda sportcsarnok üzemeltetése kapcsán az önkormányzat kiírt egy pályázatot. A pályázaton egy pályázó vett részt, a pályázó viszont érvénytelen pályázatot adott, mivel formahibás volt. Tehát ilyen módon a pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítani. Jelen pillanatban van ennek a pályázatnak a második köre, ez egy megismételt pályázat, ahol már két pályázó vett részt, és velük egy tárgyalásos eljárás folyik, hogy az uszoda sportcsarnok hasznosítása az mehessen, megvalósulhasson, tehát amikor kész lesz az uszoda és a sportcsarnok, akkor a nyitással meglegyen az, aki ennek az üzemeltetését végzi. Több elképzelés van jelenleg napirenden, ezek között van olyan, hogy az önkormányzattal közösen, akár egy gazdasági társaság formájában, van olyan elképzelés, hogy teljesen külön, tehát hogy az önkormányzat ebben nem vállal szerepet. Igazából ezt majd a testület fogja eldönteni, hogy melyik megoldást tartja a legjobbnak. Jelen pillanatban az zajlik, hogy egy minél átfogóbb képet lehessen kialakítani, és hogy a döntést megfelelően elő lehessen készíteni. Információk, lehetőségek, előnyök, hátrányok, veszélyek kapcsán. A kérdés tehát még nyitott, hogy végül melyik kap zöld utat az elképzelések közül még a jövő zenéje. Egyben mindenki egyetért, minél előbb dönteni kell, annak érdekében, hogy a városban élők ne csak csodálhassák, de használhassák is a város egyik legimpozánsabb létesítményét. A város egyik legsikeresebb beruházása az egyes számú általános iskola építése volt. Az épület Bokréta ünnepségére 2009 májusában került sor. Először egy kis magyarázat arra, hogy miért nem volt alapkőletétel. Ugye ennek számos oka volt. Nem azzal kezdem, hogy nem volt alapkő, mert ez egy olcsó visz lenne. Ugye télen kezdődött decemberben a beruházás, ez egy nagyon ingoványos talajon, nagyon speciális cölöp alapozással kezdődött a munka, és hát én azt hiszem, hogy ez egy kicsit nehéz lett volna ott megakasztani, és nagyon nehéz lett volna egy megfelelő protokoll lehetőséget teremteni ott a téli időjárás közepette. De egyébként egészen fantasztikus munkát végeztek a kivitelezők, úgyhogy belegondolunk, hogy decemberben kezdődött, és most már a Bokréta ünnepnél tartunk. Maga az épület, az pedig én azt hiszem, hogy a mai időszakban, amikor mindenki válságról beszél, és itt körülnézünk, bár ha vannak problémáink is az uszoda sportcsarnokkal, de azért hamarosan el fog készülni, tehát itt hamarosan átadunk egy uszodát, egy sportcsarnokot, egy új 24 tartalmas iskolát, épül egy új városközpont, szóval én azt hiszem, hogy Budaörs gazdasági ereje azért ebből is látszik. Vitinkov Tamás köszöntőjét követően Baksa Attila, a kivitelező cég igazgatója mutatta be a számok tükrében az eltelt 5 hónap legfontosabb történéseit december 9-től a munkaterület átvételétől napjainkig. Ez egy körülbelül 3900 négyzetméter bruttó beépített területű létesítmény, összesen több mint 11 000 négyzetméter nettó alapterülettel.
És ahogy tetszenek látni, egy vasbeton, monolit vasbetonvázas szerkezetű épület, amelynek az alapozása rendhagyó, nem szokványos alapozás, hiszen kavics szölöpökre készült az épület. Több mint 1000 kavics szölöp készült el 3 és 7 méter mélységben, tekintve, hogy ez a terület egy feltöltött terület lévén nem lehetett hagyományos sikalapozási módszerrel megoldani, és hozzá tartozik még az is, hogy agresszív talajvíz is jelen van, tehát mindenképpen olyan megoldást kellett választani, ami megnyugtató, és mellette költségszinten is elviselhető. A munkák a felmerült nehézségek ellenére megfelelő ütemben haladtak, sőt azóta már egy hetet sikerült is behozniuk az eredetileg tervezettől eltérő indulástól. Szeptemberre nem lesz kész, de nem baj. Nekünk most már nem az idő a fontos, nem a megnyitás dátuma, hanem az, hogy tökéletes legyen. Az igazi 21. század iskolája legyen. Ezt szeretnénk, de én úgy gondolom, hogy az is lesz. Nagyon szépen dolgoznak az emberek. Én voltam már itt a műszaki irodával, megtekintettük az építkezést. Nagyon elégedett vagyok a munkával. A létesítmény valóban a 21. századnak épül, hiszen tágas tereivel, könnyen módosítható alaprajzi elrendezésével egy újszerű iskolát álmodott meg Dobai János, az épület tervezője. Minden tanterem három részre van tagolva. Ez azt jelenti, hogy ezek a helyiségméretek, amik most vannak, ezek átoszthatók a későbbiekben. Tehát lehet még nagyobb tantermeket előállítani, és lehet kisebb részekre osztani a tantermet, mint ahogy nem tudjuk látni. Vannak a tervezés elején konzultáltunk szakértőkkel, akik feltételezték, hogy a későbbiekben, akár 5-10 év távlatában kisebb csoportokba fog zajlani az oktatás. Emellett az épület energetikai rendszerét is úgy tervezték, hogy takarékos, de mégis minden igényt kiszolgáló legyen. Elektromos hálózatok, számítógéprendszerek, ugye az interaktív tábláról már mindenki hallott, tehát ezek a dolgok ebbe az irányba mutatnak, és a szolgáltatások is, amik részben a szakköri helyiségek, a kiszolgáló területeket jelentik, és ebbe, úgy gondoljuk, hogy ebbe az irányba mutatnak. Hogy a városban nő a gyermeklétszám, az is a település fejlődését mutatja, ugyanakkor egy kihívás a város számára, meg kell felelnünk az elvárásoknak, iskolai férőhelyeket kell biztosítanunk, és a legrégebbi intézményünknek megfelelő, talán a legkorszerűbb, a mai kornak megfelelő, legmodernebb épületet fogjuk tudni rövidesen majd átadni. A közel 2,7 milliárd forintos beruházás várhatóan 2009 őszére készülhet el teljes egészében, így akár már a 2009-2010-es tanév második fél évére átköltözhetnek az új épületbe az egyes számú általános iskola tanulói, ha ezt az elképzelést a város vezetése is támogatja.